Újra a Nemzetközi Lapok címlapjára került a 2019-ben börtöncellájában öngyilkosságot elkövető szexuális ragadozó Jeffrey Epstein. Az úgynevezett Epstein lista megjelenése ugyanis hetek óta tematizálja a nyugati sajtót. De mit akar valójában az Epstein lista? Valóban kiderülhet-e a világ legbefolyásosabb embereiről, hogy tagjai voltak a milliómos szexuális hálózatának? Egyáltalán ki volt Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell, mit követtek el, és kiket ránthatnak magukkal a róluk szóló büntető eljárások? A mai adásban összefoglalunk mindent, amit Jeffrey Epsteinről és ügyeiről jelenleg tudni érdemes. Ebben segít nekem Nagy Gábor, a HVG Virágrovatának vezetője. Üdvözöllek! Üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat! Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Jeffrey Epsteinről a legtöbben két fő dolgot tudnak. Az, hogy befolyásos dollármilliómos és gyermekeket és fiatal nőket kizsákmányoló szexuális ragadozó volt. És az imidzsének fontos eleme volt az is, hogy nagyon keveset lehetett tudni az ő meggazdagodásáról, illetve arról, hogy hogyan férkőzött ennyire befolyásos emberek közelébe, hogyan lett az ő bizalmasuk. Mennyire tudjuk pontosan végigkövetni a szálakat, honnan jött ő, hogyan vált ő ezeknek az embereknek a vagyonkezelőjévé és titkainak őrzőjévé, és hogyan lett eközben ő maga is egy elképesztően vagyonos ember? Hát Epstein egymásra építette ezeket a dolgokat. Ha úgy tetszik, egy létrán kapaszkodott föl oda, ahol végződött a karrierje. Most kifejezetten a gazdagodásáról és a kapcsolatrendszeréről beszélek, és nem a szexuális ragadozó mi voltáról. Az is hozzátartozik. Ami a karrierjét illeti, Epstein egy középosztálybeli zsidó családban született, tehetséges volt matematikából, és jól értett a számokhoz, később kiderült, hogy jól ért a pénzügyekhez is, nem csak a sajátjához, hanem másokéhoz is. A karrierje úgy indult, hogy elhelyezkedett egy manhattani magániskolában, ahol jóba lett az egyik nagy Wall Street-i befektetési bank vezetőjével, a gyereke révén, majd ezekre a kapcsolatokra épültek rá más kapcsolatok. Ugye ebben a magániskolában járt a Wall Street-i elit gyerekeinek a többsége. Epstein egy tehetséges, kedves matematika tanár volt, akinek még azt is megbocsátották, hogy a hazugságai első lépcsőjén, hogyha ezt is lépcsőnek lehet nevezni, kiderült, hogy soha nem szerzett diplomát, nem volt matematika tanári végzettsége, de ennek ellenére tovább dolgozhatott ott, majd elment ahhoz a befektetési bankhoz, pénzügyi tanácsadónak, akinek a gyereke révén megismerte a vezetőjét. Itt kezdte el gyűjteni az ügyfélkörét, a legfontosabb ügyfele Leslie Wexner volt. Ő két szempontból volt fontos Epstein számára. Az egyik, hogy ő egy ohiói valóban milliárdos, aki egy kiskereskedelmi hálózatot vett meg és épített föl, és keresett valamiféle olyasfajta embert, aki a pénzügyeit, az ingatlan ügyeit és az egyéb dolgait kezelni tudja. Ezzé vált Epstein, aki a Wall Street-i befektetési bankon keresztül ismerte meg ezt az ohiói üzletembert. Ez a milliárdos volt a tulajdonosa egy csomó kereskedelmi cégnek, közte a Victoria's Secretnek, amelyik egy neves fehérnemű gyártócég az Egyesült Államokban, és a MeToo korszakban már ezzel nem virít a kifutókon, de a MeToo korszak előtt híres volt arról, hogy nagyon fiatal, nagyon csinos, nagyon szexi nők voltak a kifutóin, Heidi Klumtól kezdve nagyon sokan voltak angyalok, és ez volt a másik ága Epsteinnek, ahova a milliárdos révén hozzáfért, a fiatal lányok, és ha visszatérünk a gazdagodására, akkor Wexner révén jutott további kapcsolatokhoz, egymásnak ajánlották tulajdonképpen Epstein pénzügyi tanácsadóként, aki nagyon jól tudja, hogy kell az ingatlanokat, a jövedelmeket úgy struktúrálni, hogy azokra minél kevesebb adót kelljen fizetni, ebben tehetséges volt, és közben jutalékok révén ő maga is milliómossá vált, ugye a történet végét ismerjük, hogy öngyilkos lett, amikor felbecsülték a vagyonát, akkor a halál akkor az kb. 600 millió dollár volt. Tehát semmiből indulva fölépített egy 600 millió dolláros vagyont, nagy részt a kapcsolatrendszerének én úgy mondanám, hogy exponenciális bővítésének köszönhetően. Ugye említettem, hogy itt két oldala van a történetnek, a milliárdos és a szexuális ragadozó oldala. Röviden összetudnád-e azt foglalni, hogy ez utóbbiról
mit tudtunk meg, még mielőtt bármilyen eljárás indult volna ellene, mi volt az ő imidzse kívülről a nőkkel való viszonyában, és mik voltak azok a vallomások, amelyek szépen lassan felhalmozódtak és elindították különböző eljárásoknak a sorozatát? Ugye most az aktualitást az adja a beszélgetésünknek, hogy egy bírói döntés következményeképpen nyilvánosságra hoztak több ezer oldal dokumentumot abból a polgári perből, amit 2015-ben indított egy olyan nő, akit 17 éves korában szexuálisan kizsákmányost és gyakorlatilag szexuális rabszolgává tett Epstein. Ezeket a dokumentumokat nagy várakozások előzték meg, hogy most aztán tényleg tartanak egy névsorolvasást. Kiderül az, hogy ki volt az, aki ebben a fiatalkorú lányokat kihasználó pedofil hálózatban részes lett, ez nem derült ki. Az derült ki, hogy kik voltak azok az üzletemberek, híres emberek, gazdag emberek, politikusok, akik keresték Epstein kegyét, és akiknek kereste Epstein a kegyét. Tehát ezt a fajta dolgot lehet róla tudni, és azt is lehet róla tudni, amit említettél, hogy szexuális ragadozó volt. Az a botrány, ami végül is a végzetét okozta, az viszont viszonylag új, mert 2018-ban robbant ki, még hogyha az ügyek nem is 2018-ban kezdődtek. És ugye az első büntető ügye az a 2000-es évek közepén indult el. Ugye 2005 és 2006 között az FBI is részt vett abban a nyomozásban, amelynek a vádiratából kiolvasható, hogy a milliárdos 14 és 18 év közötti lányokat kerített, és egyfajta piramis játékban hordta őket magához. Az volt az ígéret, hogy megmasszírozzák őt, és akkor ezért kapnak $200-300, és cserébe ezt még egyszer megkaphatják, hogyha találnak új lányokat neki, és ezzel a fedősztorival zsákmányolta ki, és kényszerítette őket szexre. És ennek a nyomozásnak a legbotrányosabb eleme ez az, hogy ez mindössze egy 13 hónapos börtönbüntetésbe torkollott, ahonnan gyakorlatilag a heti 7 napból 6-ot kijárhatott. El tudnád-e mesélni, hogy hogyan úszta meg ennyivel ezt a nyomozást, és miköze ehhez Donald Trump egykori munkaügyi miniszterének, Alexander Acostának? Akkor szálazzuk szét a dolgot. Valóban a dolog úgy indult, Floridában, Miami Beach-en van egy nagy birtoka, többek között ott is, Új-Mexikóban is, és volt egy magánszigete is Epsteinnek. Ott indult egy feljelentéssel, egy anyuka feljelentette Epsteint, hogy a 14 éves lányát megrontotta Jeffrey Epstein, és akkor elindult a lavina. Valóban közbeavatkozott az FBI, de ami még ennél is sokkal fontosabb, közbeavatkozott az ügyészség, és kötött egy vádalkut az általad említett Acosta révén, aki akkor az illetékes kerületi ügyész volt, ami azt jelentette, hogy és megérkeztek közben a többi feljelentések is, tehát nem az az anyuka volt az egyetlen, aki Epstein följelentette annak idején Floridában, hanem amikor elkezdtek nyomozni a hatóságok, akkor jöttek újabb szülők és újabb lányok, hogy ők is, ugye Floridában a beleegyezés korhatára 18 év, tehát mindenki, aki 18 év alatti lánnyal létesített kapcsolatot, az bűncselekményt követett el abban az időben. Megjelentek azok a feljelentések, és elindult az a nyomozás, és elindult az a bűnügyi eljárás, amelynek a végén Epstein elvileg életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatott volna. Ennek vetett véget az ügyészi beavatkozás, és született az a vádalkú, amit te említettél, hogy gyakorlatilag egy ilyen ennyebennyét kapott a kiszabható büntetéshez képest, és még onnan is egy alacsony biztonsági fokozatú börtönbe került, és a börtönből kijárhatott dolgozni, ahol intézte a saját ügyeit. Gyakorlatilag az ügyvédei a börtön közelében berendeztek neki egy irodát, és oda járt ki. Ugye az összeesküvés elméleteket, amik ezzel az üggyel kapcsolatban kialakultak, az elejétől fogva táplálják azok a dolgok, hogy nyilván ezt Epstein befolyásos barátai járták ki, hogy megúszta ezt a dolgot, azért cserébe, hogy ő viszont nem beszél arról, hogy ezeket a befolyásos embereket esetleg ellátta azokkal a fiatal lányokkal, akik az ő hálózatába bekerültek. Ezt senki nem bizonyítja, ami pedig senki nem tudta bizonyítani eddig. Eddig csak egy ember égett rá ez a dolog, ő András Herceg, de róla lehet, hogy majd később. Ami pedig Acostát illeti, hát ő történetesen a kerületi ügyész volt akkor, és a kerületi ügyészként neki volt, ugye amerikai krimiket látva tudjuk azt, hogy a vádalkut azt az ügyész hivatalból az ügyész ajánlja a vádalkut, tehát ő volt a kerületi illetékes ügyész, aki ezt felajánlotta. Egyébként az hogy Acosta a munkaügyi miniszter volt a Trumpnál, annak sem Trumphoz, sem az ügyhöz semmi köze nincsen. Acosta már George W. Bush kormányában is, még a floridai eset előtt is munkaügyjel foglalkozott. Ő valószínűleg a két politikai kinevezése között ügyész volt, és mint kerületi ügyésznek illetékesként neki kellett
ha úgy tetszik, és most az összeesküvés elméletekből merítek, neki kellett azt a fajta vádalkot megkötni Epsteinnel, amit a háttérben lévő befolyásos emberek szerettek volna elérni, és azt kell mondjam, hogy ez az ügy el is ült, tehát sem a sajtó, sem pedig a tágabb értelemben vett közvélemény nem foglalkozott sem Epsteinnel, sem a floridai esettel. 2003-ban a Vanity Fair írt egy hatalmas portrét Epsteinről, ebben persze benne volt, de nem egy ilyen vadállatként állították be Epsteint, hanem aki, hát Istenem, szereti a fiatal lányok társaságát, de emellett övé a Central Park mellett Manhattan egyik legnagyobb ingatlana, ahol, amit kinyit, gyakorlatilag egy szalont működtet a gazdag, érdekes és híres emberek számára, és hát van ő. És aztán 2018-ban a Miami Herald nevű helyi floridai lap volt az, amelyik kirobbantotta a botrányt, és újra ráirányította a fényt Epsteinre, amikor egyrészt megírta, hogy mennyire sumák módon született ez a vádalkú, másrészt megírta azt, hogy azért a vádalkúban az benne volt, amit a törvény előírt, hogyha elköltözik egy másik államba Epstein, akit szexuális bűncselekményért elítéltek, akkor ő köteles magát szexuális ragadóként regisztráltatni abban a városban, vagy államban, vagy megyében, ahova elköltözött. Ezt ő meg is tette, de sem a hatóságok nem fordítottak rá különösebb figyelmet, sem ő nem reklámozta, hanem élte tovább azt, sőt, kibővítette azt a nagyvilági életet, amit ő korábban élt, és 2018-ban, amikor megjelent a Miami Heraldban egy cikksorozat, egy oknyomozó újságírónő tollából, tulajdonképpen azzal találta magát szembe a közvélemény, hogy volt egy Jeffrey Epstein nevű társasági központ Manhattanben, tehát aki ezt szívesen jártak az emberek ebédre, vacsorára, fogadásra, vagy csak úgy, azt ugyan mindenki megjegyezte, hogy amikor Epstein megjelent ezeken a társasági eseményeken, vagy megjelent meghívásokra máshol, mindig fiatal lányok vették körül, nem is egy, hanem kettő-három, azok mindig gyakorta mások voltak, hát Istenem, gazdag ember szereti a fiatal lányokat, ezt ezzel elintézték, és miután 2018-ban kirobbant a botrány, azóta ezt most meg lehet mosolyogni, mindenki azt mondja, hogy hát borzasztóan sajnálja a dolgot, aki a névsorban szerepel, borzasztóan szégyelli, hogy ő kapcsolatot tartott Epsteinnel, és hát ő persze semmit nem tudott arról, hogy ő egy mekkora szexuális ragadozó. De ő, mikor kirobbant ez a botrány 2018-ban, ő a Manhattani Társaság egyik nagyon fontos szereplője, és ha úgy tetszik, közepe volt. A névsorról hamarosan fogunk még beszélni. Azt el tudnád-e mesélni, hogy végül 10 évvel az első nagyobb nyomozás után hogyan sikerült Epsteint felelősségre vonni, milyen ítélet született 2019. júliusában, amikor ő börtönbe került? Nem született ítélet, tehát eljárás folyt ellene. A korabeli ügy iránt, tehát az azóta megjelent oknyomozó cikkekből, meg ezekből a dokumentumokból is kiderült, hogyha Epstein valamit megtanult a floridai ítéletből, az az, hogy csak 18 év fölötti lányokat kényszerített szexre. Tehát a vádnak az a része nem állt volna meg vele szemben, hogy kiskorúak, illetve fiatalkorúakat kényszerített szexre. Ezért, amikor ő öngyilkosságot követett el egy menheteni börtönben, akkor egy olyan büntető eljárás folyt ellene, amelyik gyakorlatilag felülvizsgálta a Floridában történteket, tehát nem azért emeltek Epstein ellen vádat, amiért börtönbe került, amit 2008 vagy 2010 után New Yorkban elkövetett, azok később derültek ki, és az azokra vonatkozó információk később kerültek napvilágra, hanem egész egyszerűen azt mondták, hogy az az ítélet, ami akkor történt Floridában, az helytelen volt, és új eljárást indítottak. Tehát nem az új szexuális ragadozóként viselt dolgaival kapcsolatban, akkor még arról viszonylag keveset lehetett tudni 2019-ben, hanem egész egyszerűen az újságcikk nyomán fölkapta a sajtó, fölkapta a közvélemény, és az ügyészség is úgy döntött, hogy nem volt helyes az a floridai eljárás, gyakorlatilag az indult újra, vagy azt vették újra napirendre. Tehát nem az új dolgok miatt folyt eljárás ellene, amikor öngyilkos lett, hanem még a régi fiatalkorúak megrontása miatt. Ugye a hivatalos álláspont az, hogy Epstein a börtöncellájában öngyilkosságot követett el, de egy elképesztően népszerű összeesküvés elmélet az, hogy őt valójában megölték, vagy megölették ebben a manhattani börtönben. Mi áll ennek a konteónak a hátterében, és mennyire elképzelhető, per mennyire elrugaszkodott ez a feltételezés? Erről még filmek fognak készülni pro és kontra összeesküvés elmélet mellett és ellene.
hogyha ugye 2019. augusztusában lett öngyilkos Epstein, és vizsgálatot indítottak ezzel a maga a Manhattani börtön ellen, azt a Manhattani börtönt nevezték New York Guantanamo-jának is, tehát a körülmények maguk ott tartották fogságban, például elcsápolt a köpcöst a mexikai drogkartel vezetőjét. Hírhet volt amúgy ez a Manhattani börtön, nem csak arról, hogy ott nagyon rosszak a körülmények, és nem csak úgy rosszak, hogy egy nagyon csodálatos élethez szokott multimilliómos rosszul érzi magát, hanem egyébként is rosszak a körülmények. A szabályokat nem mindig tartják be, és ez valahogy csúcsra járatódott abban az esetben, ahogy Epstein elkövette ezt az öngyilkosságot. Magát a jelentést az amerikai börtönöket felügyelő hatóság tavaly júniusban hozta nyilvánosságra, és addigra készültek el vele. Hozzáteszem, már be is zárták azóta ezt a börtönt, pont a hiányosságok miatt, és a jelentésből több olyan tényező derül ki, ami alapján abszolút el lehet képzelni, hogy az emberek összeesküvés elméletet említenek, hiszen most nem lesz teljes a lista, amit most sorolok, de például kiderült, hogy Epstein néhány héttel a halála előtt öngyilkosságot kísérelt meg, a lepedőjével megpróbálta magát fölakasztani, akkor megmentették, akkor Epstein azt mondta, hogy hát igazándiból nem is akart öngyilkos lenni, mert a zsidó hite nem engedi meg azt, hogy ő eldobja magától az életet, ezt nem kell komolyan venni, stb. De mégis azon az éjszakán, amikor véget vetett az életének, augusztusról beszélünk, tehát nem volt hideg, ezért dupla ágyneműt kapott valamiért, hozzátéve az, hogy dupla lepedőt. Ha valaki az amerikai börtönszabályok szerint, hogyha valaki öngyilkosságot kísérel meg, akkor biztonsági okokból cellatársat kell mellé rakni. Ezt a börtön több embere sok-sok több tucat e-mailben sürgette, nem történt meg, egyedül maradhatott a börtönében. A börtönőröknek, különösen, hogyha külön kockázatot jelent öngyilkosság szempontjából, figyelni kell az elítéltet, és fél óránként be kell nézni hozzá. Ezt nem tették meg azon az éjszakán, és később megpróbálták meghamisítani azt a naplót, ami erről szól. Mind a két börtön, azt hiszem két börtönőr volt, őket elbocsátották. A feletteseiket szintén elbocsátották. Odaadták neki az eszközöket, amivel öngyilkos lehet. Nem nézték meg őket, nem nézték meg 30 percenként. Nem volt zárka ellenőrzés, ugye nem csak amerikai krimiket láttunk már, hanem amerikai börtönfilmeket is. Egész egyszerűen nem tartottak rendszeres zárka ellenőrzést Epsteinnél, hogy mi van benne nála, és mi az, amivel hát másokra nem, mivel cellatása nem volt, de önmagára veszélyes lehet. Plusz még az is kiderült, hogy annak a folyosó szakasznak a kamerái már hetek óta nem működtek rendesen, közvetítették a képet, de nem rögzítették. Tehát ha ezt az egészet így összerakod, ez lehet véletlenek sorozata, ami egy egyébként is rosszul és a szabályokat nem tiszteletben tartó Manhattani, amiről évek óta tudtak, Manhattani börtönben működik, vagy lehet annak az olvasata, amire az összeesküvés elméletek alapoznak, hogy ezt az embert el kellett tüntetni az útból, mielőtt elkezd beszélni azokról, hogy kik lehettek a lányok kuncsaftjai, a gazdagok, híresek és befolyásosak közül, vagy hagyni, hogy öngyilkos legyen, vagy pedig, és erről is mondom, filmek fognak születni, valaki, ilyet is láttunk már hollywoodi forgatókönyvekben, valaki beosont, a kamerák nem vették, és ő volt az, aki fölakasztotta. Nem tudjuk. A halottkém jelentése, és persze ezt is kétségbe fogják vonni az összeesküvés elméletek megalkotói, a halottkém jelentése azt állapította meg, hogy itt önakasztás történt. És az egész Epstein ügyet akkor lehet leginkább értelmezni, hogyha megismerjük azt is, hogy nem csak ki kell vette magát körül, de kik álltak közvetlenül a bűncselekményekben mellette. A legfontosabb szereplő ebben a sztoriban Ghislaine Maxwell, aki Epsteinnek hivatalosan a barátnője volt a 80-as, 90-es évektől. Mi volt az ő szerepe a szexhálózatban, és ellene milyen eljárás indult? Ő most 20 éves börtönbüntetését tölti éppen, hogyha jól tudom, Floridában. Őt azért ítélték el, mert prostitúció céljából és szexuális rabszolgaság céljából lányokat toborzott Epsteinnek. Ő 20 évet kapott. Tulajdonképpen ő volt az, aki barátnője volt, egyrészt többféle szerepet játszott. Ő barátnője volt egy időben Epsteinnek. Epsteinnek nagyon sok barátnője volt, mármint
hivatalos barátnője, tehát nem azok a fiatal és időnként gyerekkorú lányok, akik őt szexuálisan kiszolgálták, hanem voltak effektíve barátnői, többen, akár egyszer, akár egymás után, de Ghislaine Maxwell volt az, aki kitartott mellette. Ő volt az, aki a tárgyalási jegyzőkönyvek és a nyomozási adatok meg az újságcikkek alapján, hát ha úgy tetszik, betanította a lányokat arra, akik ugye masszázzsal kezdték, és aztán szexel folytatták, hogy mi az, amit Epstein szeret szexben és úgy általában. Ő volt az, aki rávette a lányokat, ahogy te is említetted, hogy ne csak szexrabszolgák legyenek, hanem segítsenek toborozni is újabb lányokat, friss húst, ha úgy tetszik. És ő volt az, aki például megteremtette a kapcsolatot András Herceggel, hiszen Ghislaine Maxwell az Robert Maxwellnek a valaha befolyásos csehszlovákiai születésű, de brit média mágnásnak a lánya volt. Annyira kedvenc lánya volt, hogy Maxwell arról a hajóról tűnt el 1991-ben és fulladt a tengerben, amit Ghislaine Maxwellről nevezett el, tehát a hajójának is a kedvenc lányának a neve volt, és ő volt az, aki, ha úgy tetszik, voltak olyan kapcsolatai, amikre a középosztályból fölemelkedett Epstein mindig vágyott. Tehát Ghislaine Maxwell volt az, aki hozta neki azt, egy másik fajta kapcsolati hálót hozott neki, tehát azok az emberek, mondjuk Bill Gates és mások, akik, ha úgy tetszik, a bűvkörébe kerültek Epsteinnel, azok Epstein befektetési hálóján keresztül kerültek oda, mások pedig Ghislaine Maxwell az mindig is olyan elavult szó talán rá, de olyan nagyúri környezetben mozgott, hogy egy másik fajta kapcsolati hálót hozott Epsteinnek, aki ezt egyébként most eltekintve a bűnözői melléktevékenységéből, hogyha úgy tetszik, és ezt most nem akarom lekicsinyelni azt, amit mondott, de maga a kapcsolati hálóját ő tökéletesen mozgatta. Tökéletesen mozgatta arra, hogy új embereket ismerjen meg, tökéletesen mozgatta meg arról, hogy az új emberek révén új lányokat csábítson be, mondván, amit te is említettél, hogy majd a modellkarrier, színésznő karriert, mi egyebet elintézi nekik, és még közben maga is meggazdagodott, hiszen, mint mondtam, a semmiből egy 600 millió dolláros vagyont épített ki. És ugye a Maxwell ellen még mindig folyó eljárásoknak a része az a úgynevezett, illetve hogy a médiában Epstein listaként emlegetett dokumentumcsomag, amiről most nagyon sokat esik szó. És azt már említetted, hogy az a fajta nagy leleplezés, amit nagyon sokan számítottak, hogy itt most egy részletes táblázat lesz majd arról, hogy ki milyen kapcsolatot ápolt Epsteinnel, és ezen keresztül milyen bűncselekményeket követette, ez meg fog jelenni, ez nem történt meg. Arról viszont mindenképp beszéljünk, amiről már szintén szó esett például András Herceg révén, hogy kik voltak azok a befolyásos emberek, akik bizonyíthatóan Epstein körének a részei voltak, ellenük mik vetődtek föl, hogyan bukkan föl az ő nevük ebben a sztoriban? Nagyon sokan vannak, tehát a dokumentumoknál, amik nyilvánosságra kerültek, és ebben az értelemben, ahogy mondott, csalódást okoztak, sokkal érdekesebb, hogy a Wall Street Journal nevű amerikai gazdasági napilap az gyakorlatilag tavaly áprilistól az év végéig több nagyon alapos és nagyon jó oknyomozó cikket hozott nyilvánosságra, és az egyik oknyomozó cikk gyakorlatilag ABC sorrendbe rakta azokat az embereket, akik bekerültek Epstein bűvkörébe. Ami a szexuális kapcsolatot vagy a szexuális szolgáltatások nyújtását illeti, azt mindenki tagadta, beleértve András Herceget is, de András Herceg az ellene indított perben annak a lánynak, aki azt állította, hogy 17 évesen sok pénzért legalább háromszor lefeküdt András Herceggel, 2022-ben kötött vele egy peren kívüli megállapodást, nem tudni mennyit fizetett, de millió font fölötti összeget fizetett valószínűleg, amit szegény második Erzsébet, akinek András a kedvenc fia volt, valószínűleg ő is besegített ennek a kifizetésébe, tehát igazándiból ez a bélyeg András Hercegen maradt rajta. Ha még neveket kell mondani, ugyanez a lány, aki azt mondta, hogy 17 évesen András Herceggel le kellett feküdnie, azt mondta, hogy Bill Richardson volt új-mexikói kormányzóval, és volt amerikai ENSZ nagykövettel is feladata volt lefeküdnie. Ő már ezt nem, ő cáfolta, amikor ez kirobbant, de azóta meghalt, ő már ezt nem tudja cáfolni. Ugye mindenki azt várta, hogy Bill Clintonról kiderül valami. Bill Clintonról nem derült ki az, volt egy ilyen kósza tanúvallomás, amiben egy másik nő, fiatal nő azt mondta, hogy Epstein azt mondta neki, hogy Bill Clinton a fiatal lányokat szereti,
de Epstein azt is mondta, hogy a vonal végén éppen Leonardo DiCaprioval beszél, ami nem volt igaz, tehát ő is azért építette a maga imázsát. Bill Clinton maga azt mondta, hogy igen, ült Epstein magárepülőgépén, és igen, az ő nevét viselő alapítványnak Epsteinnel volt kapcsolat, de kizárólag adományozói kapcsolata volt, és ő is csak ilyen jótéteményi küldetéseken volt Epsteinnel, és maga Bill Clinton, amikor kirobbant ez a botrány 2018-ban, ő 2019-ben kiadott egy közvéleményt, amiben azt mondta, hogy amint kiderült Floridában ez a bűncselekmény, ő minden kapcsolatot megszakított Epsteinnel, és soha többet nem beszéltek, senki nem bizonyította ennek az ellenkezőjét. És akkor még lehet sorolni a neveket, de például belecsúsztak olyanok is, hogy ugyanez a lány, aki András herceggel lefeküdt, az állítása szerint, ő azt mondta, hogy az Ellen Dershowitz nevű sztárügyvéddel is hasonló viszonya volt, aztán visszavonta ezt a vallomását, és azt mondta, hogy összekeverte más valakivel, most kiderült megint, hogy a legújabb dokumentumcsomagból, ami egyelőre az utolsó, hogy Epstein egy befolyásos miniszterelnöknek is kiközvetítette őt szexuális kapcsolatra, itt sincs név, itt sem lehet tudni, tehát forognak különböző nevek, Woody Allen például több tucatszor volt vacsora vendég társaságban Epstein házában, ami még egyszer mondom, egy társasági központ volt Manhattanben nagyon hosszú ideig, és még meg is hívta a saját vetítéseire, filmjeinek a bemutatójára Epstein, aki el is ment, de Woody Allen hangoztatta, hogy egyrészt egy, semmit nem tudtam róla, kettő, semmilyen ilyen szolgáltatást nem vettem igénybe, három, mindig velem volt a feleségem. Bill Gates is, Bill Gates le is van fényképezve fiatal lányjal, és Bill Gates nagyon sokat volt Epsteinnél. Itt is arról van szó hivatalosan, hogy a Bill és Melinda Gates alapítvány számára gyűjtött Epsteintől, vagy kapott Epsteintől támogatást, és hát együtt ebédeltek. Mondjuk erre ráment a Bill Gates házassága, mert végül a vállóperről kikerült hírek szerint nem csak azt rossz hallotta a felesége, hogy többször is megcsalta, hanem azt is, hogy túlszorosnak tűnt a kapcsolata Epsteinnel, mint emberrel, akiről kiderültek ezek a dolgok. Tehát hosszú a névsor, közös az bennük, hogy András herceget is beleértve mindenki tagadja, hogy valaha is szexuális szolgáltatást kapott volna az Epstein által kiközvetített lányokról, és mindenki sajnálja azt, hogy ez a kapcsolata volt Epstein-nel, társasági kapcsolata, és mindenki szörnyűnek nevezi azt, amit Epstein elkövetett. Az összes többi, az összeesküvés elméletek oldalára tartozik, nincsenek erről nyilvános információk. Még egy-két névre lennék kíváncsi, Donald Trump neve is felvillan. Igen. Epstein körül, nekik milyen viszonyuk volt? Donald Trump az mindig szerette a hozzá hasonlóan gazdag, az általa önmagáról kialakított képhez hasonlóan jóképű, sármos és kedves emberek társaságát, és Epstein egy nagyon jó társasági ember volt, és szintén a Wall Street Journal oknyomozására hivatkoznék, amelyik megírta azt, hogy Epstein, ugye Floridában volt egy villája, ott van a Mar-a-Lago nevű birtok a Donald Trumpnak, és a 90-es években, amikor még az első bűnügye sem robbant ki, akkor ő a Mar-a-Lago-i birtokban, ahol egy golfklub is van, ott állítólag tag volt Epstein. Van is arról nyilatkozat, hogy Donald Trump Epstein terrific guy-nak nevezi, egy nagyon jó fickónak nevezi, és aztán megint csak az újságcikkekre tudok hivatkozni. Az történt állítólag, hogy hát megpróbálta megkörnyékezni Epstein az egyik golfklubtag tinédzser lányát, amire Trump annyira berágott, hogy kirúgta a golfklubból Epsteint, megszakította vele a kapcsolatot, föl sem merült egyébként sem a dokumentumokban, sem az oknyomozó cikkekben, hogy Trump, aki szintén nem a házastársi hűség mintaképe, hogy Trumpnak bármilyen köze lett volna azokhoz a lányokhoz, akik Epsteint körülvették, sőt a Wall Street Journal még azt is megírta, hogy amikor Trumpot 2016-ban elnökké választották, azután Epstein mindent megtett azért, hogy újra beférkőzzön Trump környezetébe és elnyerje Trump tetszését. Nem sikerült neki. Köszönöm, és még egy, ami szerintem nagyon érdekes aspektusa az Epstein sztorinak, az a tudománnyal ápolt viszonya. Hogyan fektette ő be a pénzét, vagy hogyan próbált beférkőzni a tudományos buborékba, és itt milyen kapcsolatokat tudott kiépíteni?
Epsteinről sok rosszat lehet elmondani, és el lehet róla mondani azt is, hogy okos volt, világlátott, és széles látókorú abban az értelemben, hogy őt különösen érdekelték a tudományos dolgok. Ugye a Bard College-ba befektetett, akkor támogatta az MIT-t, abból is később botrány lett. Tehát őt érdekelte a mesterséges intelligencia, őt érdekelték a különböző természettudományok. Hát hogy mondjam, ő magáról úgy képzelte el, és úgy építette fel azt az imást, ami ugye felettette a Floridában történteket, és amikor a társaság közepekén működött Manhattanben, hogy ő egyfajta ilyen reneszánsz ember, egy ilyen Medici, ha úgy tetszik, aki a felhalmozott vagyonából visz egy ilyen szalont, ahol mindenkit szívesen lát, és itt jön be az a névsor, amiről beszélgettünk. Ugyanakkor ő egy ilyen 21. századi Medicsiként támogatja a művészeteket is támogatta egyébként, de támogatja a tudományt is, és ő így viselkedett. Ez volt az imázsa, és ugyanakkor az volt a háttér, amit szintén a dokumentumból, de megint csak hivatkozni tudok a Wall Street Journal-ra és az amerikai sajtóra, ami kiderült, hogy háttérben pedig folytatódott az a fajta szexuális kizsákmányolás, amit Florida után már nyilván 18 év fölöttiekkel végzett, de ez akkor is bűncselekménynek számít, és akkor is joggal, most 45 év börtön fenyegette, ő 66 éves volt, nyilván ez számára életfogytiglan lett volna, de mondom, a ház maga is olyan volt, mint egy ilyen velencei palota, tehát egy gyönyörű házban lakott, gyönyörű volt belül minden beszámoló szerint, és ő egy ilyen 21. századi Medicinek gondolta magát. Végezetül beszéljünk még arról, hogy mi jöhet ezután. Van-e még olyan dokumentum, amiről tudjuk, hogy mostani ügyben várjuk, hogy kijöjjön, és bármilyen olyan sztori szerinted, nyilván most közvetlenül te meglátásod szerint előkerülhet-e, ami konkrét fekete-fehér bizonyítékot ad arra, hogy az ő körében lévő befolyásos emberek bűncselekményeket követtek el? Ami most nyilvánosságra került dokumentum, azok mind abból a polgári perből származnak, amit az eset középpontjában szereplő Virginia Giffrey indított polgári pert Ghislaine Maxwell ellen rágalmazásért. Ez két év után, 2017-ben perenkívüli megegyezéssel zárult, és még akkor sem robbant ki a botrány, csak 2018-ban. Ezek a dokumentumok onnan jöttek ki. Ő volt a koronatanú, ez a lány volt, aki most már három gyerekes anyuka és Ausztráliában él a férjével. Ő volt az a nő, vagy az a lány, aki fölvállalta azt, hogy mi történt Epstein köreiben. Ő írta le ezt az egész működési mechanizmust, hogy hogyan csábított el Epstein a lányokat. Ő beszélt azokról, elsősorban András Hercegről, akinek őt kiközvetítették, és aztán az újságok oknyomozó cikkeit tárták föl. Maga a bírónő, aki tavaly decemberben elrendelte ezeknek a dokumentumoknak a szakaszos nyilvánosságra hozatalát, ez azért tartott ennyi ideig, mert meg kellett kérdezni, például Bill Clinton megkérdezték, hogy nyilvánosságra hozhatják-e Amerikában a magánszférát, meg mindenütt a magánszférát védeni kell. Bill Clintont is megkérdezték, hogy a nyilvánosságra hozhatják el azokat a dokumentumokat, amikben a neve szerepel, ő azt mondta, hogy igen, és maga a bírónő is mondta, hogy ez nem az összes dokumentum, hogy milyen dokumentumok vannak még, azok zár alatt vannak, és ez csak egy lány, aki beszélt, illetve a tanúvallomások között még szerepel több, de hogy milyen sokan lehetek, azt abból lehet tudni, hogy volt egy per, amit indítottak a Chase Manhattan bank ellen, mert ott volt Epsteinnek a számlája, és jellemző volt, hogy ő ezeket a lányokat fizette, tehát fizette az iskolázásokat, fizette a vízumkérelmüket. Florida után már nagyon sokszor kelet-európai lányok voltak, akik úgy mentek Amerikába, hogy hát a státuszuk kétes volt, a vízumuk kétes volt, ők szerettek volna színésznők vagy modellek lenni, és a Wall Street Journal végigveszi a történetét egy ukrán, két orosz és egy lengyel modellkarrierről áhítozó lányoknak, akik egyfajta ilyen Stockholm-szindrómában szenvedhettek, mert tudták, hogy ki vannak zsákmányolva szexuálisan, de mégis a fodrászukat, a fogtechnikusukat, a bőrgyógyászukat, a lakásukat, mindent Epstein fizetett, és ők elfogadták. És kiderült az is, hogy a Chase Manhattan bankot beperelték egy ilyen perközösségben, és a Chase Manhattan bank, ha jól tudom, 100 millió dollár fölötti összeget fizetett ki kártérítésként, mivel rajta keresztül mentek az utalások, hogy ne induljon ellene bűnpártolásért per, 200-nál is több nőnek. Tehát amiről lehet tudni, az az, hogy akiket
az Epstein által fölállított hálózat, ha úgy tetszik, futtatott, mert itt azért alapvetően prostitúcióról beszélünk, ott 200 olyan nő volt, akit végül is ebben a több mint 200 olyan nő volt, akit ebbe a perközösségbe bevontak, és ebben a perben, amiről az általad említett és most boncolt dokumentumok napvilágra kerültek, talán egy tucat szólalt meg. Gábor, nagyon szépen köszönöm. Valamint köszönöm szépen hallgatóinknak a figyelmet, a Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.